Szeglédi Csaba nagy bajban van. Többen is alkut kötöttek és rávallottak, ugye ő az a bizonyos 6 milliárdos sikkasztásra vádolt MSZP közeli ügyvéd, budai Gyula országgyűlési képviselő vendégem, jó estét. Jó estét kívánok. Na hát azt mondta a politikus, vagy ügyvéd, vagy nem tudom, hogy szólítsuk, hiszen helyi képviselő is volt, hogy majd a bíróság fogja eldönteni, hogy egyáltalán elfogadják ezeket az alkukat. Ez valóban így van? Én azt gondolom, hogy Szeglédi Csaba egy börtönviselt ügyvéd, akinek az ellenzéki pártok jelen pillanatban is teljes mértékben falaznak, amelynek ugye több oka lehet, és én ezt többször megfogalmaztam kérdésgyanánt, akár Gyurcsány Ferencnek, akár a DK-nak, akár az MSZP-nek, hogy mi az oka, hogy ilyen mellszélességgel támogatják Szeglédi Csabát. Szerintem Szeglédi Csabának az önbizalma innen jöhet, olyan titkok tudója, amely alapján mind Gyurcsány Ferenc, mind az MSZP, mind a DK sok-sok politikus a bajban kerülhetne. És azt gondolom, hogy egy börtönviselt ügyvédnek, mint Szeglédi Csabának tudni kell, hogy amennyiben a nyomozóhatóság az ügyészség jelen esetben vádalkut kötött ezekkel a gyanúsítottakkal, akik beismerő vallomást tettek, rá terhelő vallomást tettek, annak milyen következménye van, ugyanis a jelenleg hatályos eljárás, büntetőeljárások alapján ezeknek az embereknek a tárgyaláson nem kell részt venni. Egy tárgyalás előkészítése során a bíróság ajánl nekik egy büntetést, azt vagy elfogadják, vagy nem, de a vallomásuk mindenképpen a bírósági eljárás során felhasználható Szeglédi Csaba és társaival szemben. Tehát valóban Szeglédi Csaba, ahogy indítottuk a beszélgetést, nagyon nagy bajban van. Hát kik ezek az emberek? Ugye itt egy többszintű cégbirodalomról volt szó. Önnek van arról tudomása, hogy kik ezek, akik mentik a bőrüket? Én azt gondolom, hogy azok az emberek kötöttek vádalkút a nyomozóhatósággal, akik valóban belettek csapva, rálettek szedve. Ugye, ahogy elhangzott itt, egy háromszintes bűnszervezetet hozott létre Szeglédi Csaba, vagy működtetett, aminek az alsó szintje voltak az iskolaszövetkezetek. A következő szint volt azok a gazdasági társak, akik számláztak, fiktív számlákat állítottak ki, és a harmadik szint volt a Humán Operátor ZRT, aki a munkaerő közítéssel foglalkozott, akinek egyébként Szeglédi Csaba volt az ügyvezetője, és aki működtette ezt az egész rendszert. Ez egy nagyon jól felépített, jól megkonstruált bűnszervezet, aminek a mozgató rugója Szeglédi Csaba volt, és aki több mint 6,2 milliárd forintot tüntetett el az állami költségvetésből. És azok az emberek, akik átérezték ennek az egész bűncselekménynek a súlyát, azok most inkább együttműködnek a nyomozóhatóság, beismerő tényfeltáró hallomást tettek, és valóban terhelő adatokat szolgáltattak Szeglédi Csabára. Hát én azt gondolom, hogy valóban a bíróság kezében van a döntés, de ebben a formában én nagyon sok lehetőséget Szeglédi Csaba számára nem látok, nem akarom, hogy így mondjam, prejudikálni a bíróság döntését, de azért ezek nagyon komoly bizonyítékok Szeglédi Csaba bűnössége mellett. Ugye az alsó szinten vannak azok a diákok, akik közül nagyon sokan nem kapták meg a pénzüket, káros. Középső szinten vannak ezek a fiktív számlázásos cégek. Lehetséges az, hogy akik a középső szinten voltak, mondjuk, és most vádalkot kötnek, azok nem is tudtak arról, hogy ők valójában egy politikai játszmának, vagy egy politikával összefüggő ügylet? Sokan nem tudtak, és sokan jó hiszeműen vállalták ezt a tevékenységet. De azért mégiscsak fiktíven számláztak. Igen, igen. Keresni meg jó így volt? Így van. Hát ez előbb-utóbb, ugye, amikor ez a folyamat elindult, akkor még senki nem látta, hogy milyennek a kifutás, milyennek a célja, hova tűnik az a 6,2 milliárd adóbevétel, amit ugye nem fizetett be a Humán Operátor ZRT és azok a fiktív számlázást végző cégek. És amikor szembesültek azokkal a körülményekkel a büntetőeljárás során, hogy itt azért lassan két éve folyik a büntetőeljárás, hogy milyen konkrét bizonyítékok vannak ebben az ügyben, én úgy gondolom, hogy inkább együttműködtek a hatósággal, és terhelő vallomást tettek az ügy fővádlottjára, Szeglédi Csabára. Ezekből a vallomásokból ugye ön ügyvédként, vagy ügyvéd, ezekből olyan dolgokat tudnak meg a hatóságok, amit mondjuk egy nyomozásra nehéz lenne kideríteni? Tehát belső információkat, négy szem közt lezajlott beszélgetéseket? Hát igen, ezek perdöntőek lehetnek? Én azt gondolom, hogy az a hét személy, aki vádalkut kötött ebben az ügyben, az olyan terhelő vallomást tett Szeglédi Csabára, amely egyértelműen az ügy mikénti folyását meg fogja határozni. Tehát ezek perdöntő bizonyítékok. Persze ugye a magyar büntetőeljárás jogban a bíróság szabadon mérlegeli a bizonyítékokat, tehát majd a bíró
fogja eldönteni, hogy egy-egy bizonyítékokat milyen súllyal vesz figyelembe, de azért ezeket az önmagára is terhelő vallomást tevő, illetve Ceglédi Csabára is terhelő vallomást tevő vádlotti vallomásokat nem lehet kirekeszteni a bizonyítékok sorából. Ahogy ön is említette, Gyurcsány Ferenc és a szocialisták falaznak Ceglédi Csabának. Ön szerint miért nem merik elengedni a kezét még mindig? Én nagyon egyszerűen ebben a stúdióban többször elmondtam, hogy abból a több mint 6 milliárd forintból nagyon jelentős összeg a DK, az MSZP kasszájába vándorolt. A mai napig ezt nem táfolta senki. Indítottak ellenem különböző személyiségi pereket, amit egymás után nyerek meg egyébként, mind a DK-val szemben, mind az MSZP-vel szemben, de konkrétan soha nem cáfolták meg. Ők sérelmezik azt, hogy én azt állítottam, hogy Ceglédi Csaba piszkos munkát végzett, hogy Ceglédi Csaba a baloldal pénztárnoka, és sok-sok mindent sérelmeztek, de jelen pillanatban azok a körülmények, amelyet ismerhetünk, vagy amelyet ismerünk, mindenképpen azt támasztják alá, hogy az én korábbi állításom minden formában valóságot tartalmazott. Én várom továbbra is több mint másfél éve Gyurcsány Ferenctől azokra a kérdésekre a válaszokat, amit én föltettem, vagy a DK-tól, vagy az MSZP-től, vagy Kunhalmi Ágnestől. Sorolhatnám azokat a szereplőket, akivel Ceglédi Csaba kapcsolatban volt. Ugye itt a különböző pártok finanszírozásáról volt szó, ebből a pénzből a pártokat finanszírozták, ebből a pénzből időszakos választásokat finanszíroztak. Ugye emlékszünk a Kéz Zoltán féle választásra, vagy a tapolcai jobbikos képviselő időszakos választására, ahol Ceglédi által működtetett diákszövetkezetek végezték a kampánymunkát. Teljesen egyértelmű egyébként, hogy ezek a pénzek hova mentek el. Én azt gondolom, hogy a bírósági eljárásnak ez is egy nagyon fontos momentuma lesz, hogy a bizonyítási eljárás során kiderülhetnek, hogy valójában melyik párt kasszájába mekkora összeg vándorolt, kitől vándorolt. Tehát én azt gondolom, hogy ez még egy hosszú folyamat, és ez az eljárás... Hát ez csak Ceglédi Csabától derülhet neki. Tehát Ceglédi Csabának kell, ő tudja ezeket a titkokat, hogy mikor... Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben vannak olyan szereplők, akik nagyon-nagyon bizalmi viszonyban álltak Ceglédi Csabával, és ők is ott ülnek a vádlottak padján. Ha egy picit elgondolkoznak azon, hogy milyen nagyságú büntetési tétel szabható ki bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és gazdasági bűncselekményeket. Ugye közel 20 év a felső határ, ami itt kiszabható, az egy negyed ember év, egy élet. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy picit elgondolkoznak és átgondolják ezt a dolgot, lehet, hogy ők is a bírósági eljárás során teljesen másképp fognak nyilatkozni. Nem lehet veszélyes ezekkel a titkokkal előállni? 6 milliárd forintról van szó. Hát én azt gondolom, pártoknak a belső ügyeire. Én most itt nem politikusként tudok ebbe véleményt mondani, hanem ügyvédként. Én azt gondolom, hogy egy-egy vádlottnak az az érdeke az ügyben, hogy lehetőleg minél jobban megússzon egy büntetőeljárást, minél kisebb mértékű büntetéssel szabaduljon a büntetőeljárásból. Jelen pillanatban ebben az ügyben azon vádlottak részére, akik nem tettek beismerő vallomást, vagy nem tettek terhelő vallomást Ceglédi Csabára, más lehetőséget nem látok. Ön egyértelműen pártok finanszírozásáról beszélt, magánvagyonokban nem vándorolhatott ebből a pénzből, vagy összefonódnak a magánvagyonok, párt, kasszák? Én nem ismerem a nyomozott iratokat. Persze, még egyszer mondom, én azokat a kérdéseket, amit föltettem Gyurcsány Ferencnek, hogy hol van ez a pénz, vagy hova vándoroltak ezek a pénzek, és nem érkezett rá válasz, abból én azt gondolom, hogy a pártkasszákba vándoroltak. De ugye ne felejtsük el, hogy ennek az egész Ceglédi ügynek van egy érdekes szál, amikor az Altusz adott kölcsön Ceglédi Csabának, mert ugye nem tudta kifizetni a diák szövetkezetek munkásait. Tehát ez egy annyira bonyolult, mindennel átszőtt bűnszervezet, ahol egy börtönviselt ügyvéd Ceglédi Csaba mozgatja a szálakat, mindenkit a zsebébe tart, mindenkit megvesz, mindenki retteg tőle. Izgalmas hetek, hónapok, évek várnak a bíróságra, hogy ezeket a tényeket földerítse. Nagyon nehéz egyáltalán ezt felgöngyölíteni, nem? Hát nagyon nehéz hozzáférni magukhoz, ezekhez az adatokhoz is, hogy ki honnan, én nem tudom, hogy például vezet egy kockás füzetet valaki arról, hogy kinek, mikor, mennyi pénzt utalt. Banki átutalásokat gondolom nem használnak ilyen célokra. Én azt gondolom, hogy ugye egyrészt vannak a közvetett, meg a közvetlen bizonyítékok. A közvetett bizonyítékok a vallomások. Tehát itt nem csak vádlott
társi vallomások vannak, akik terhelő vallomást tettek Szöli Csabára, hanem vannak tanúvallomások, vannak egyéb, vannak szakértői vélemények, könyvvizsgálói vélemény, tehát sok-sok mindenből áll össze a bizonyítási eljárás, és úgy gondolom, hogy ennek az összességének fogja majd meghatározni az egész ügynek a kimenetelét. Budai Gyula, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.